ez ugyanaz a kamaszrendszer, ugyanaz elindult. Na most háromféle paraméterben újított egyszerre. Tehát háromféle módon oldotta ezt a merev rendszert. Az első az az életkorok tekintetében. Tehát jelenleg mi történik? Ha az illető 6 éves, akkor első osztályos. Ha 7 éves, másodosztályos, ha 8 és így tovább, és ezek között merev határok vannak. Tehát egész más tanul, másik osztályterembe jár, más foglalkozásokon beszél, és így tovább, más tantárgyai vannak. Na most ezt mi annyira természetesnek veszünk, hogy föl sem merül bennünk, hogy ez a legdurvább megsértése a gyermeki, hogy mondjam, minimális jogoknak is. Mi az a minimális jog? Az, hogyha tanultam valamit, azt jogom van továbbadni. De itt nincs rá módja. Miért? Mert csak vele egykorúak között van. Tehát nem tud igazán vizsgálni a tudást, mert igazi vizsgálja a tudásnak azt, hogy én tovább tudom adni. De miután csak saját korosztályával van együtt, tehát nincs kinek továbbadni. Ez egy rendkívül fontos kérdés, és valaha ezt azzal oldották meg, hogy az úgynevezett osztatlan iskolák voltak. Tehát azt jelenti, hogy együtt van több korosztály. Most a óvodában ugyanitt már ez volt a helyzet, mert még óvodában sem engedik meg mindenütt, hogy osztatlan legyen. Tehát, hogy a kis csoportos együtt legyen a nagyon, hogy zavarni fogja. Nem zavarja. Ezt már elmeséltem korábban. Egyáltalán nem zavarja. Tehát bizony nyugodtan együtt lehet az első osztályos, legalábbis a negyedik osztályig lezárom, tehát az alsó tagozat, nyugodtan együtt lehet. Hozzáteszem, én egy ilyen iskolában kezdtem el tanulni annak idején. Tehát ugyanaz a nagykörösön, amiről már ejtettem szó, ott bizony első osztálytól a negyedikig egy tanteremben voltunk, és egy kiváló pedagógusunk volt, máig előttem van az arca, nevét tudom, tehát tényleg egy állat emlékezetű tanítóbácsi volt, és ő semmiféle külön gondot nem csinált abból, hogy négy korosztály együtt van egy nagy teremben. Nekünk viszont óriási előnyünk származott belőle. Mert ha megoldottuk a csendes feladatot, miközben ő magyarázott az idősebb korosztálynak, és azt általában az ember már serkentve volt, hogy oldja meg. De nem úgy, hogy gyorsan, hanem jól. Mert ha jól megoldottam, akkor már figyelhettem arra, hogy a másodikosok mit hallgatnak, a harmadikos, negyedikes, tehát én tulajdonképpen már 3 évvel akár passzív tudásom tekintetében már előjártam. Tehát amikor megkaptam tényleges tananyagként, akkor az már felszántott földbe jött ez a tudás. Mérhetetlen az előnye. Ugyanakkor bármit megkérdezhettem az idősebbtől. És az idősebb köteles volt válaszolni. Tehát ilyen nem volt, hogy ő irigykedik, és nem adja tovább a tudást, hanem olyan füles kapott volna a tanártól, hogy arról kódult. Hát éppen erre biztatta, de nem is volt olyan idétlen, hogy ne adja tovább, mert ezért meg dicséret jár. Tehát ez egy már az előnyei nyilvánvalók ebből, és nekem tényleg nagyon nagy előnyöm származott abból, hogy én osztatlan iskolába jártam, tehát ez az első számú föllazítás. Ugye, tehát a merev évjárati korlátok. A második számú az az egynapos tanítási idő föllazítása. Nálunk ez hogy van? Az, hogy óra elején becsöngetnek, 3/4 óra után kicsöngetnek, akkor szünet van, aztán megint becsöngetnek, megjön egy 3/4 óra, és így tovább. Tehát merev tagolású az idő is. Egy-egy napon belül idő. Na most teljesen tekintet nélkül arra, hogy az az anyagrész, amit én meg akarok a gyerekekkel ismertetni, az kevesebbet vagy többet igényel. Nekem ki kell töltenem egy merev keretrendszert. Na most ez volt a második lazítás, itt az volt, hogy reggel 8-ra kell jönni, délután 3-ra jönnek a szülők a gyerekért, és addig úgy osztja be a pedagógus az időt, ahogy a tananyag, tehát magyarul a gyermek szempontjából ez a legelőnyösebb. És végül a harmadik, a tér ma így van beosztva, hogy innen idáig első osztály, folyosó, innen idáig második osztály, fal, harmadik osztály, azon belül pedig egy pacsor, két pacsor, három pacsor, és mindegyik között azonos a távolság. Tehát rögtön egy négyzetrasszterben sorol be a gyerek, ahol az a személyisége teljesen megszűnik. Miért? Mert nem ő szabja meg, hanem az a padrend, amiben besorolják. Tehát a személyiség akkora sérelmeket szenved,
hogy ezt nyilvánvalóan nem tudja igazán kihevelni életelérése. Most ebben mi volt a föllazítás? Az, hogy teljesen kötetlen a nagy tér. Tehát adva van egy elsőtől negyedik osztályig terjedő gyermekközösség, és adva van egy hatalmas tér, amit lehet, de csak elasztikus falakkal, tehát alakítható falakkal tagolni, ha a feladat úgy kívánja meg. És ehhez kell képest, tehát emellé sorolva, három stúdió méretű kis terem, ahol be lehet vonulni tanára vagy tanárnélkül, tehát feladatra. Na most ez már rögtön a tervezésnél így volt, mert már a épület tervezésénél kikérték a véleményünket. Tehát ezek egyeztetett dolgok. Na most a ülésrend az nem kötött volt, tehát nem padsorok voltak, hanem, és vannak, mert ez ma is így működik, hanem olyan padok, amelyek ráadásul, vagy bocsánat, asztalok, amelyek ráadásul nem is tégla alakúak, és nem is négyzet alakú, ami a felszínünket jelenti, hanem ilyenek, tehát trapéz. Ez miért jó? Azért, mert ezt így is lehet tovább ragozni, és akkor ilyen rendszert lehet belőle kialakítani, zárni is lehet a negyedikkel, bármelyik irányba lehet tovább folytatni. Tehát egy rendkívül rugalmas rendszer alakítható ki belőle, amellett, hát itt biztosan egy ember elfér, itt pedig kényelmesen kettő. Na most, ha egyedül áll az asztal, akkor még itt is egy-egy elhelyezhető. Tehát egy hallatlanul gazdag téralakításra alkalmat adó ilyen installációs rendszer, ami ráadásul megfordítom, akkor pillanatok alatt palotává változtatható, alagúttá változtatható, tehát bármit lehet belőle a játék hát folyamán alakítani. És ehhez olyan székek, és itt tényleg zsebére nyúlt akkor a japán is, meg a magyar is, csak fa alkalmatosság van. Semmiféle vas, semmiféle műanyag. Erre mondják, hogy drága. Bármilyen furcsa hangzik, végelemzésben nem lett véglegesen drágán. Mert kapcsolatokkal azért mindent el lehet intézni, és bizony ott csak jól eső érzés, hát hogy mondjam, kíséri azt, hogy én az asztallal, a székkel kapcsolatban jövök, és ezek olyanok, hogy egy kicsiknek még alacsonyabb az ülők elába, a nagyobb osztálynak pedig magasan. De például a tanítóbács is leülhet, én magam is ültem kicsi székre. Tehát amikor velük foglalkozom, akkor én is a kicsi székre ülök. Tehát ez annyira magától értetődővé tette, hogy itt emberi kapcsolatok vannak. Semmiféle merevrendszer nem volt. Ugyanakkor néha, de tényleg csak pedagógiai okokból megpostoltattuk velük, hogy milyen a merevrendszer. Tehát a gyereknek azért meg kell tanulnia azt is, hogy mi a rossz. Tehát idejében meg kell tanulnia. És ilyenkor egy ilyen hogy mondjam, csak olyan, mint nevezik ezt, amikor megjátszák, hogy hadviselés van, és mégsem hadgyakorlat. Tehát ilyenkor szabás hadgyakorlatot csináltuk. Tehát milyen lenne most az élet, hogyha nem ebben az iskolában lennétek, hanem egy általános iskolában. És akkor őnekik maguknak kell szépen elrendezni, hogy minden elvágólag, minden egyforma távolságra van egymástól, mindegyik szék egyforma nagy, és itt van, tehát meg kell tanulniuk azt is, hogy milyen, ami tűrhetetlen. Tehát ha ember akar lenni, akkor ebből kell tudni neki kiemelkedni, de ahhoz meg kell tanulni azt, hogy milyen az, amiből ki akar emelkedni. Na most, vannak szülők, akik itt görcsölnek be. Például úgy vettek ki gyerekeket az iskolába, hogy megmondták, túl jó a gyereknek itt, ne érezze magát jól a gyerek. Ne érezze jól magát, mi az életre akarjuk őt fölkészíteni, az nem lehet, hogy ő egyfolytában jól érzi magát. Ugyanis már akkor sorozatban fordult elő, hogy a gyerek otthon letagadta, hogy beteg, csak azért lejövessen az iskolába. Most egyébként ennek pont a fordítottja szokott lezajlani. De itt most annyira otthon és annyira jól érezte magát, hogy hajlandó volt még lázasan is bejönni. Tehát ezt körülbelül gyaníthatjuk, de most erre azt mondani szülő létére, hogy ne legyen jó ennek a büdös kölyöknek, nem teszi hozzá, hogy ha már egyszer nekem nem volt jó annak idején, akkor a büdös kölykének se legyen jó.
Tehát el nem tudjuk képzelni, milyen tigris szülők vannak. Azt nem tudom, elmeséltem azt a történetet, amikor az egyik kislány, tényleg aranyos kislány volt, azt hiszem második osztályos volt. És ő otthon korábban már, hát ugye elvált vagy elválás szélén lévő anyuka, hogy az ember megnézte, hogy körülbelül tudta is, hogy miért válnak el. Tehát nem, egyébként egy nagyon mutatós néni volt, semmi több. De és hát szívből ennyi nem szorult bele. Hát ahogy ez a gyerekkel bánt, hát az valami elképesztő. És akkor nem meséltem ezt? És akkor nekem ott volt a folyosón ez a vendégszoba, ahol tartózkodtam, ahol azért így beszivárogtak a gyereket. Tehát nekem sajnos túlságosan gyenge a szívem, úgyhogy nem tudtam nagy rendet tartani. De onnan azért úgy oda behallatszott a történik a folyosón, és hallom, hogy keservesen sír valaki. Most ezt darabig hallgatja az emberet, a felnőtt hangok is mellett. Tehát valami gond van, nyilván szülővel vagy pedagógussal, most nem ártam bele magam, mert az a csak mondtad a helyzetet, de ha sokáig sír a gyerek, nem lehet ezt csak úgy hallgatni, kimegyek. Hát a gyerek keservesen sír, ott áll az anyukája, és dühötten nézi. És semmi, a pedagógusok pedig szivárognak el a dologtól. És akkor mondom, hogy hát mi van, hát miért sírsz? Azt mondja, azért, mert anyukája mondja, hogy fogjátok mellett. Feszúrják mellett, és miért? Azért, mert nem fújtam ki az előbb rendesen az orromat. És akkor azt mondta az anyu, hogy elvisz az orvoshoz, és hogy fogják szúrni a fülemet. És akkor néztem az anyukárat, a anyuka, ha szemmel ölni lehetne, én már rég halott lennék. És ez nála a pedagógia volt ugyanis, hogy fújja ki az orrát, tehát nem fújta ki úgy, ahogy anyuka akarta, tehát természetesen megfenyegeti. Na most, hát ilyenkor mit csinál az ember? Nyilván nem akarom az anya ellen hergélni, hát ez tényleg teljesen nyilvánvaló. Hát megnyugtattam, hogy nekem is felszúrták gyerekkoromban a fülemet többször, ez tényleg így volt egyébként. És mondom, ezt nyugodtan túl lehet, de semmi baj. De egyébként pedig, hát ahogy látlak, neked az égvilágon semmi bajod nincs. Tehát nehogy már itt elkezdjél félni, nem lesz. Valami biztos okkal mondta, amit mondod, de nyugodjál meg. Na most a megkönnyebbülést úgy lehetne lejátszani. Szóval ez a magatartás, most erről tudni való erről a kislányról, hogy nálunk semmi gond nem volt vele. Otthon viszont mindig bepisélt, és a legvégére már nálunk is bepisélt. Tehát olyan mértékig bosszulja meg a szülő azt, hogy a gyerek jobban szeret bent lenni, mint otthon, hogy azt elképzelni nem tudják, ne is tudják meg. Szóval hihetetlen mértékű a szülői bosszú. Amikor kiderül, hogy a gyerek, ugye ezt pillanatból el lehet kapni, ahogy rápillant a tanár, rögtön látja, hogy hát sehol nem vagyok ehhez képest. És ahogy a tanár visszanéz a gyerekre, hát ebből minden leolvasható. És az, hogy tényleg jobban szerettük a gyerekeket, nem elszerettük a szülőktől, de mit csinálják, ha önök nem szereti? Páváskodik mellette, kioktatja, terrorizálja. És szemmel láthatóan az okoz neki örömet, hogyha a gyerek reszket. Most ez nem szülő. Ez nem szülő. Ez egyszerűen, én nem is tudok rá kifejezést találni. Tehát ezeket nekünk bizony nagyon ki kellett védeni. Ezt talán viszont említettem az óvodai foglalkozáson, hogy az első iskolainál, hogy nekünk bizony párhuzamosan el kellett indítani a szülőnevelést. Tehát nem volt elég a gyerekekkel való foglalkozás, hanem rögtön az elején elindítottunk egy előadás sorozatot a szülőknek, ahol legalább annyit sikerült elérni, hogy bennünket nem ellenségnek láttak. De bizony azt is, amit itt a nehezen sikerült, hát hogy mondjam, érthetővé tenni, azt is, tehát a más hangzóknak az évkörrel való kapcsolat, tehát a magánhangzóknak a hétbolygó rendszerre, bizony szülőknek is szépen, türelmesen, lassan, sokkal kisebb adagokban, mint itt, bizony meg kellett tanítani. Mert nagyon keményen keresztbe tudtak volna tenni nekünk. És így legalább annyit elértettünk, hogy bennünket közvetlenül akadályoztak, de a gyereket viszont kivették. Ezt a gyereket is kivették. Szóval a kérdés alapkérdésre visszatérve,
a háromféle feloldással kötöttségeknek egyszerre sok. Sok. Tehát ezt azoknak mondom, akik terveznek majd jövőben ilyen iskolát.